Isten tiszteletünk megkezdésére énekelni fogjuk énekeskönyvünk 8-as számú énekét. Kezdőm el az, akit tudunk, térdet hajtunk. Szerető mennyi, jó atyánk! Színed elé jövünk ezen szent napnak délelőtti pillanataiban. Szeretnénk áldani és magasztalni szent nevedet, mert egyedül te vagy méltó, hogy minden ajak téged dicsőítsen. Köszönjük, jó Istenünk, azt a sok áldást, amit elvettünk a te szent kezedből. Köszönjük a tapasztalatokat, akár pozitív, akár negatív volt a mi életünkben, de éreztük mindannyiszor, hogy mellettünk voltál, és te segítettél át mindezekben. Ezért is áldjuk a te szent nevedet. De különösen áldjuk mostan a szent nevedet azért, hogy alkalmunk van szent színed előtt megjelenni, és szent ígédet hallani. Van alkalmunk, jó atyánk, érezni azt a boldogságot, ami lesz majd a te országodban, amikor az üdvözült sereg a te szent lábaidnál lesz, és szombatról szombatra fog összegyűlni, hogy téged imádjon. És drága Jézusunk lesz közöttünk, és ő fog tanítani bennünket. Ez a tanítás is tőle fog származni, ezért úgy tekintünk az ige szólóra, mint drága megváltónkra. Kérünk, hasd át a mi szíveinket, és adjál mennyei lelkületet, ami szívünkben elfogadjuk mindazon tanításokat, amelyet küldesz mi hozzánk. Köszönjük azt is, jó atyánk, hogy megtapasztaltuk azt, hogy a mi imaházunk is szépen fel van újítva, a te házad. Köszönjük, jó Istenünk, azt a sok tapasztalatot, amin átmentünk ebben is, ezért is áldjuk a te szent nevedet. Jó atyánk, továbbra is áldott szent kezedbe szeretnénk letenni életünket, és meg szeretnénk tapasztalni, hogy te közel vagy mi hozzánk. Mindezeket drága megváltunk nevében kértük. Amen. János Isten tette az első helyre. Mit tanulhatunk Jánostól, ami segít, hogy Isten tegyük az első helyre életünkbe? János volt a legfiatalabb tanítvány. Teljes szívéből szerette Jézust. Amikor a többiek szétszélettek a megváltó letartóztatásának pillanatába, János a végsőkig mellette maradt. Jézus azzal mutatta ki a tiszteletét János iránt, hogy anyját, Máriát az ő gondjaira bízta. Fiatal korában azonban János bosszúálló, haragos természetű volt. Nehezen tudott együtt érezni azokkal, akik visszautasították Jézust. Egyszer azt javasolta Jézusnak, hogy kérjen tüzet az égből a samáriaiak elpusztítására, akik nem fogadták be őt. János számára Jézus tenni az első helyre nem egy egyedi, bátor pillanat volt, hanem egy teljes, odaadó élet. Miután Jézus visszatért a mennyben,
János 70 évvel később bekövetkezett haláláig hűséges maradt a megváltóhoz. Végül egy efézusi gyülekezetet pásztorolt, és ő írta az Új Szövetség néhány könyvét, úgy, mint a János evangéliumát, vagy a Jelenések könyvét. Mindazonáltal a gyülekezetekhez intézett levelei mutatják be a legmélyrehatóbban a megtérését. Íme mit olvashatunk János első könyvének 4. fejezete 7. versében. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Gyakran elcsüggedünk, mert nem tudjuk féken tartani temperamentumunkat és vágyainkat. János mélyreható, változáson ment keresztül azáltal, hogy életébe az első helyre tette Istent. Példája bátorít, hogy mi is ugyanígy tegyünk. Most, amikor a diakonusok összegyűjtik a tizedet és az adományokat, tegyük mi is Istent életünkben az első helyre. Mennyei Atyánk, segíts, hogy keressük először téged, a te országodat. Kérünk, fogadd el a ma reggeli hódulatunkat, azért az Úr Jézus nevében, amen. A mai gyűjtés az ifjúsági missziót támogatja. Kérjük a diakonusokat, gyűjtsék össze a tizedes az adományokat. Mennyei Atyánk, hálával állunk meg előtted, mint a te néped. Megköszönjük, hogy megáldottál minket úgy anyagi, mint lelki javakkal. Most megkérünk szépen, fogadd el azt a részt, amit elhoztunk ide neked. Kérünk szépen, áld meg ezt a részt, és áld meg azt a részt is, ami otthon maradt, hogy úgy tudjuk felhasználni, ahogy a te dicsőségedet legjobban tudja szolgálni. Jó Istenünk, megkérünk szépen, maradj velünk továbbra is. Segíts meg, hogy mindaz, amit üzenni akarsz nekünk, a mi szívünkbe jó talajra találjon, és meg tudja teremni a kellő gyümölcsöt a te dicsőségedre. Amen. Amen. Jó és hatalmas bölcsesség.
Tisztelt ünneplő gyülekezet, az Úr Jézus áldott nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk különleges alkalomból, amikor sok okunk van az örömre, és meg annyi okunk van a hálára is. Egy köszöntési ígét hallgassunk meg. Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk. Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk. Segítsen a mindenható Jóisten, hogy a mennyei trónus előtt, az ő népével való találkozás élményében, a mennyei közösséggel való hitáltali összekapcsolódás folytán is legyen valamennyünknek ez a hitvallása, hogy hatalmasat cselekedett velünk az Úr, ezért örvendezzünk, hisz ez Istennek az akarata. Amen. Amen, úgy legyen. Mint említettem, több okunk van az örömre a mai napon, és a legnagyobb az, hogy egy kedves, megtért, keresztelendő lélek kész arra, hogy bizonyságot tegyen az ő hitéről. Szeretném a közösségnek bemutatni, és megkérlek, hogy állj fel, és tekinthessünk rád Béré Mária testvérnőnket, aki több éve a gyülekezetünkbe jár, és akinek a Jóisten a szívében most érlelte be a döntést, hogy Jézus Krisztus oldalára álljon, a szövetségesek oldalára, és egyben a győztesek oldalára is. Áldott legyen a mindenható Jóisten élete. Többet majd az ő élet útjáról, az ő vallomásáról, talán a kerességi alkalommal. Most annyit, hogy járt a kerességi felkészítőre, a gyülekezet bizottságában meghallgattuk őt, örömmel vettük döntését, és szeretnénk ajánlni a gyülekezet elé is az ő bizonyságtételi alkalmát. Kedves Mari, megkérlek, hogy igennel és nemmel válaszoljál hited szerint az előttünk álló néhány kérdésre. Hiszel-e az Atya, Fiú, Szentlélek Istenben? Elfogadod-e Krisztus golgotai halálát az emberek bűneiért való engesztelő áldozatul, és hiszed, hogy kiontott vérében való hitáltal az ember meg lett váltva a bűntől és annak büntetésétől? Igen.
Elfogadod Jézus Krisztus személyes megváltódnak, megtagadva a világot és bűnös útjait, hiszed, hogy Jézus Krisztus érdemeiért megbocsátotta a bűneidet, és új szívet adott neked. Elfogadott hitáltal Krisztus igazságosságát, aki a mennyei szentélyben közben jár érted, kéred ígérete beteljesedését, hogy a benned lakozó szent lelk által megerősítsen, és így erőt kaphass az ő akarata szerinti élethez. Hiszed, hogy a Biblia Isten ihletett szava és a keresztény embernek ez a hit és gyakorlat egyetlen mértéke. Elfogadod a 10 parancsolatot, amely ma is kötelező a keresztények számára. A benned lakozó Krisztus hatalma segítségével szándékodba áll betartani a törvényt, beleértve a 4. parancsolatot is, ami a 7. napjának, az Úr szombatjának megünneplését írja elő. A 7. napi adventista egyház által tanított alapvető bibliai hitételek megismerése és megértése után szándékod bál Isten kegyelméből életedet ezekkel az alapelvekkel összhangba hozni. Áldott reménységként él szívedben Jézus közeli visszatérése. Eltökéled, hogy személyesen kész vagy találkozni az Úrral, és minden tőled telhetőt megteszel, hogy segítsél másoknak is felkészülni az ő dicsőséges megjelenésére. Hiszed, hogy az élő Krisztus jelen van az egyház szervezetben, és szándékodban áll támogatni az egyházat személyes erőfeszítéseiddel, javaiddal és befolyásoddal. Elfogadod az új szövetség tanítását az alámerítéses kerekségről, és akarod a Krisztusba és bűneid megbocsátásába vetett hit által nyilvánosan is kifejezni és a kerekségben részesülni. Hiszed, hogy a 7. napot ünneplő adventista egyház a maradék egyháza Istennek, és szeretnél-e soraiba lépni? Igen. Kedves gyülekezet, miután meghallottuk a hitvallását, és miután a gyülekezet bizottsága javasolja a keresztségre, szeretném megkérdezni a testvéreket, hogyha támogatjátok ezt a javaslatot. Köszönöm szépen, nem is kérdezem, hogy ki van mellette, hiszen széleskörű egyértelmű volt a támogatás is. Esetleg ellene, hogyha van valaki, akkor kérem, hogy jelezze. Kedves gyülekezet, kedves Mari, kedves gyerekek, Riki, tudom azt, hogy évek óta, vagy évtizedek óta ez a harc, ez a küzdelem, ugye, azok, akik Szamosújváról is ismerjük őt, tudjuk, hogy ott volt, jelen volt, áldott legyen a mindenható Jóisten, hogy ez a küzdelem egy győzelembe végződhetett ebben a szakaszban. Áldott legyen a mindenható Isten is. Legyen a segítségedre ez a mi imádságunk, hogy az előző napokban csendesen, békésen, majd azt követően Istentől kapott erővel végig harcold azt a harcot, amely mindannyiunk harca, és amelyben a Jóisten úgy hívott el, hogy egymás mellett, egymás támogatására lévén célba érkezzünk. Áldjon meg a Jóisten tégedet hitvallásodban, készülődésedben. Amen. Helyet foglalhatunk. Egy szólót fogunk meghallgatni, amely készítse elő a szívünket az Isten igéjének befogadására.
Ezrás és Nehémiás idejében többször bizonyos szakaszokban megünnepelték a templomnak, az oltárnak, valamint Jeruzsálem felépítésének az ünnepét. Miért ne tennénk mi is többször? Miért ne ünnepelnénk többször azt, hogy jóságos az Úr mi hozzánk? Egy megújult szószéken állunk. Az ígének helyén. És annak szenteljük, és azért imádkozzunk, hogy Isten igéje szólaljon meg rajta minden alkalommal. Régi és új formában van előttünk a szószék. Régi, hogy a gyülekezet emlékezzen a múltjára. És új, azért, hogy emlékezzünk arra, hogy minden bölcs régit és újat hozzon elé az Isten tárházából. Isten ígéje sem nem régi, sem nem új, hanem örök. Viszont mi emberek ezt nem tudjuk kifejezni, az örökké valóságot, hanem ha azáltal, hogy régit és újat elevenítünk meg, és egyben elismerjük azt, hogy sem nem a régihez, sem nem az újhoz ragaszkodunk, hanem az örökké való Istenhez és neki igéjéhez. Segítsen a mindenható Jóisten, hogy ez is az örökké valósághoz vezessen bennünket. Azt mondjuk, hogy ez a legfontosabb hely, a szószék. Mert innen szólal meg az Istennek igéje. Mely mindig a legfontosabb marad az ember számára. Hisz minden általa lett, az ige által lett, ami lett, mindez, ami számít, ami értékes,
az ige által teremtetett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Az ígét szólta Isten a csontok völgyében is, és amikor az Isten adta szólni ezt az ígét, megelevenedtek a csontok, és egy zászlós táborrá váltak Isten igéje által. Ma is hív az Isten az ő igéjének hallgatására, hogy megelevenedjünk ő általa. A Nehémiás könyvének első fejezetéből, 8. fejezetéből az első verset hallgassuk meg ez alkalommal. Nehémiás könyve 8. fejezetének első verséből olvasom ma Istennek igéjét. Mikor pedig eljöve a 7. hónap, és Izrael fiai az ő városaikban lakoznak, felgyüle az egész nép egyenlőképpen a piacra, hogy a vizek kapuja előtt legyen, és mondák az írástudó Esdrásnak, hogy hozzák elő a Mózes törvényének könyvét, amelyet parancsolt vala az Úr Izraelnek. A nép egy emberként gyűl össze, és egy vágyuk van, hogy hallják az Istennek beszédét, az élő Isten akaratával találkozzanak. Adja mindenható Isten, hogy ma is ez legyen, ami itt létünknek célja. Ragaszkodjunk, hogy szóljon újból és újból az Istennek ígéje, mert lyukas edények vagyunk. Attól kezdve, hogy Ádám elkövette a bűnt, az emberi elme egy lyukas edényé vált, és az íge ösztönszerűen csak úgy az emberi elméből, mintha kifolyna, és ki is folyik a valóságban. Nem véletlen az, hogy Salamon, a példabeszédek könyvének írója, Isten sugallatára, a könyv mintegy egy harmadát arra szenteli, hogy felhívja a népnek a figyelmét arra, hogy figyeljenek az ígére. Talán azt mondhatnánk, hogy mi ezt egy szóból elintéztük volna, figyeljetek az ígére, és jöjjön a lényeg. Miért kell ennyiszer elmondania, hogy figyeljetek, hallgassatok, hajtsátok fületeket hozzá, nyissátok meg szíveteket előtte, kösd szívedre, kösd ujjadra, el ne feledkezzél arról, gondolkozzál arról, mindenből szerezd az ígét. Miért kell ennyiszer elmondania Istennek? Mert szükségünk van rá. Szükségünk van rá. És még mielőtt a lényegre rátérne, a könyv egy harmad részét erre szenteli nagyjából, hogy felkészítse az embert az íge hallgatására. Drága testvéreim, Isten annyira hangsúlyozza, hogy fordítsuk oda a mi egész lényünket az ige felé. Mintha azt mondaná, hogy nem is az a lényeg, hogy mit mondok. Mert én mindig jót mondok. A lényeg az, hogy odafigyelsz-e arra, amit Isten mondani kívánkozik. Nem az a lényeg, hogy pont mit mondok, mert Isten mindig jót mond, mindig azt mondja, amire szükségünk van. Nem is a tartalom, mert az adott Isten részéről, hanem az, hogy mennyire fordítom oda a lényemet az Isten igéjére. Lyukas edények vagyunk. És újból az ember teljes szívvel, teljes odaadással az Isten igéjére kell figyeljen, és ezért mondja, hogy gondolkozzál azon, mikor? Éjjel és nappal. Isten igéjének a figyelmezéséhez hív bennünket az Úr.
Hadd kérdezzelek meg, amikor eljöttél ma az Úr házába, milyen lélekkel jöttél el? Milyen lélekkel jöttem el, kérdezzem meg önmagam? Ha itt vagyok most, oda tudom-e adni teljesen magam? Rá tudom-e szánni, hogy egyetlen szó se hújon a porba abból, amit az Úr elmond? Hogy figyeljünk az Istennek a beszédére. A nép hallgatta az Istennek beszédét. A nép ott is akkor azért gyűlt össze, mert hallgatni akarta az Úrnak beszédét. Mert vágyott, mert szomjúhozott az ige után. Mert tudta, hogy az ige az, amely valóban értelmet tud adni az életüknek, az együttlétüknek. Így jött fel Isten népe. Így válaszolt Isten hívására Isten népe, odaadva önmagát az ige hallgatására. Talán el voltak foglalva éveken keresztül a templom építésével. Talán meg annyi kihívás elszívta, elvette az energiájukat a templom felépítése folytán, de az Úr figyelmezteti őket arra, hogy az ige kerüljön a figyelmük központjába. A szószék és a szószékon megnyilatkozó isteni beszéd. Mert minden ezért van. Ezért a hely, ezért az épület. Isten igéjéért, Isten igének hallgatásáért, megéléséért rendeltettünk el. És hogyan ment fel a nép Isten házába? Azt mondja az ige, hogy egy emberként jöttek fel Isten hajlékába. Egy emberként jött fel a nép Isten házába. Tetszett ez az Úrnak? Tetszik az Úrnak, amikor egy emberként jövünk fel? Két ember ment fel a templomba imádkozni. Emlékszünk? Az egyik úgy imádkozott, köszönöm Istenem, hogy nem vagyok olyan, mint a többiek. Mint eme vámszedő is, aki éppen itt imádkozik mellettem. A másik, Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Két ember ment fel a templomba, és Isten azt szeretné, hogy egy emberként legyünk fenn az ő házában. Két ember jön fel a templomba, és Isten azt akarja, hogy egy emberként hallgassuk az ő igéjét. És ugye nem kérdés, hogy melyik ember jelképezzen bennünket, melyik emberként hallgassuk az Istennek beszédét ezen a helyen. Isten azt szeretné, hogy ahogy itt vagyunk előtte, ne bízzunk önmagunkban. Mikor Jézus arról beszél a tanítványoknak, hogy egy valaki elárul engem, az egyik evangélium úgy jegyzi fel, és a tanítványok kezdtek egymásra nézni, és kérdezték, hogy ki az. Aztán, amikor egy kicsit magukba szálltak, a másik evangélista már úgy jegyzi fel, kezdték kérdezni, én vagyok-e az, Uram. Egy emberként tegyük fel ezt a kérdést. Egy emberként jelenjünk meg az Úr szín előtt, és így imádkozzunk a mindenható Istennek jelenlétében. Aki önmagában kételkedik, és önmaga helyett Istenre bízakodik, az a legerősebb ember is. Isten ezt szeretné kiművelni, kimunkálni mi bennünk. Pál apostol ezt úgy fogalmazza meg, amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Amikor az ember nem bízik önmagában,
akkor üresíti ki Isten a mennyet, és küldi el az egész angyal sereget megsegíteni egy olyan embert, aki Istenbe bízik. Inkább kiürít Isten a mennyet, és az egész angyali sereget mellé küldi, mint hogy egy ilyen embert bukni hagyjon. Egy emberként jöjjünk fel az Isten házába. Bárcsak tudnánk mondani mi is, hogy Úrunk, légy irgalmas nekünk. Erre mondta Jézus azt, hogy akarom, hogy egyek legyenek. Ebben legyünk egyek. A Biblia egy ilyen gyülekezeti modellt állít elénk, amelyben mindenkinek egységbe kell lenni a másikkal is Istennel. És amikor a hívők egyesülnek Krisztussal, az élő szőlőtővel, annak az az eredménye, hogy egyé válnak Krisztussal és megtelnek együttérzéssel, gyengédséggel és szeretettel. Egy emberként hív az Isten az ő szín elé. Többször ugye elhangzott, és biztos vagyok, hogy el fog még hangzani, hogy tetszik, nem tetszik, tetszett, nem tetszett. Egy kérdés fordult meg a fejembe, vajon mi az, ami tetszik Istennek? És mindenek fölött azt mondja, hogy az Isten előtt kedves áldozat, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem veted meg. Ez az, ami Istennek tetszik az ő házában, mindenek előtt és mindenek fölött. Ettől szép az Istennek háza, ha töredelmes lélekkel állunk meg a mindenható Isten előtt. Tetszik Istennek az ő fia, Jézus Krisztus, akiről azt mondja, hogy ő az én szeretett fiam, ő benne gyönyörködöm. Tetszik az Istennek szolgája, akire azt mondja, hogy íme az én szolgám, akit gyámolítok. Szívem választotja, akit lelkem kedvel. Lelkemet adtam ő belé. Törvényt beszél a népeknek, nem kiált, nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. A törvényt igazán jelenti meg. Ezt tetszik Istennek, Jézus Krisztus, és Jézus Krisztusban való elrejtettségünk, töredelmes lélekkel. Így jöjjünk fel az Istennek házába. Nehémiás könyve 8. fejezetének a 9. versében azt találjuk, hogy Nehémiás és Ezrás, a pap, az írástudó és a léviták magyarázzák a népnek, és így szólnak a néphez. E nap szent az Úrnak a ti isteneteknek, ne keseregjetek és ne sírjatok, mert sírvala az egész nép, amikor a törvény beszédeit hallák. Templom szentelési ünnep, és sír a nép, amikor a törvény beszédeit hallák. Az Isten ígéjét az ember, amikor megértette, amikor szembenéz önmagával, a töredelmes szív és töredelmes lélek az egyetlen eredmény, amelyet Isten ki akar munkálni az emberi életben. Viszont a következő szakaszban azt olvassuk, hogy a nép felettébb örvendezett. Annyira átalakult ez a bűnbánati könny az örömnek könnyévé, hogy nem lehetett megkülönböztetni a sírásukban azt, hogy hol vannak a bánat is, hol kezdődnek az öröm könnyei Isten népe életében. Mert az a lélek és az a kéz, amely bennünket lesújt, az az a kéz, amely bennünket felemel. Csodálatos. Az, ahogy a Jóisten meg akarja közelíteni és fel akarja emelni az ő népét, mindazt, aki bűnbánó lélekkel jelenik meg az Isten színe elő. Jézus Krisztus az egyetlen reménységünk, aki bővölködik a megbocsátásban. Aki azt mondja, hogy aki megvallja és elhagyja az ő bűneit, irgalmasságot nyer. Örvendhetünk, hogy a templom szép, de a legszebb a megtért ember az Isten házában. Mi szép, mi szép
ki Jézus felvevé, ki benne a Krisztus látható. A Nehémiás könyve 8. fejezet 12. versében találjuk harmadszor ezt a gondolatot, hogy a nép megértette az Istennek beszédét, és azt mondja az ige, hogy elment azért az egész nép enni és inni és részt küldeni, és szerzett nagy vigasságot, mert megértették a beszédeket, amelyekre tanították őket. És ekkor találjuk azt, hogy találták a törvénynek könyvében, 14. verstől, hogy az Izrael fiai leveles színekbe kell lakozzanak az ünnepen a 7. hónapban, és hogy tartsák meg a sátoros ünnepet. A sátoros ünnep a legörömtelibb ünnep, és a legnagyobb meglepetése ennek a történetnek most. Elevenítsük fel egy kicsit röviden a sátoros ünnepnek a miben létét. Ez az az ünnep, amikor tilos volt a bőjt, amikor tilos volt a szomorkodás, amikor örvendezni kellett. Ez az az ünnep, amely emlékeztette Isten népét, hogy 40 évig vándorok voltak, emlékeztette őket a mindenható Isten, hogy vándorok ezen a földön, és hogy egy jobb hazát keresnek. És sátoros ünnepet ünnepel a nép a templom szenteléskor. És ez óriási meglepetés. Miért? Mert amikor felemelték a templomot, és felszentelték azt, akkor emlékezteti az Úr őket arra, hogy vándorok és jövevények ezen a földön. Az Úr azt mondja, hogy nézzetek fel. Ahogy jöttem errefele, leparkoltam ma reggel, felnéztem az épületre és örventem. És eszembe jutott a gondolat. Egy kicsit nézzél fennebb. Egy kicsit tekints fennebb. És Isten pontosan erre hívja akkor is az ő népét. Nézz fel a templomra, de egy kicsit tekintsél fennebb. Mert vándorok és jövevények vagyunk ezen a földön. És a mi örömünk nem az, amit itt látunk, és ami itt megtörténhet, hanem ez a hajlék is, ez a szentély hivatott arra, hogy egy szebb valóságot jelképezzen ezen a földön. Emeljétek fennebb a tekinteteteket. És attól igazi öröm ünnep egy templom szentelés, hogy akkor az ember sátoros ünnepre emlékezhet. Figyeljük meg minden alkalommal, amikor a templomot felszentelték. Sátoros ünnepre hívta az Úr az ő népét. Vissza tudunk emlékezni? Nehémiás idejében sátoros ünnepre kimegy a nép, sátrakban lakik, és arra emlékezik, hogy vándorok és jövevények vagyunk ezen a földön, jobb hazát keresünk. Amikor Salamon felszenteli a templomot, eldönti azt, hogy sátoros ünnepen legyen, hogy a nép emlékezzen arra, hogy van egy templom, egy mennyei templom, amelynek mintájára készítetett minden. És amikor Isten népe végül megérkezik a mennyei otthonba, sátoros ünnep lesz újból. Egy új templomot szentelünk fel, Jézus Krisztus maga lesz a templom. És elkezdi Izrael népe az örökkévaló boldogságot, az örökkévaló örömöt, amelyre a mindenható Jóisten hívja az ő népét. Emlékezzetek Jeruzsálemre, mondja a proféta. Emlékezzetek meg távolból az Úrról, és jusson eszetekbe Jeruzsálem. Ez az épület is emlékeztessen bennünket Jeruzsálemre. Ez a templom emlékeztessen bennünket a jobb templomra, amit Isten készített. Van egy sokkal jobb templom a mennyben, amelyet a hívő ember már ma láthat maga előtt. Addig is az Úré legyen a dicsőség, Soli Deo Gloria mindenért. És adja jó Isten, hogy az emberek, amikor rátekintenek erre az épületre, lássák azt a szép rendet, amely az egyházunkban belül is legyen.
legyen vonzó minden egyes ember számára, ameddig ezen a földi létben vagyunk, az egyház, az üzenet ezáltal is ebben a városban legyen vonzóbb minden egyes ember számára. Mi pedig, mint lelki kövek, épüljünk szent hajlékká a Jézus Krisztusban. Isten kegyelme által, Isten dicsőségére. Amen. Néhány percre még próbáljunk figyelmesek lenni zárás előtt. Egy ajánló levél érkezett a krasznai gyülekezetből Szűcs Sándor testvérünket,
ajánlják gyülekezeti tagként a kolozsvári gyülekezetnek. Arra kérem a közösséget, hogyha valakinek észrevétele van az ajánlattal kapcsolatosan, tegye meg a vezetőségnél, és a következő szombatig lehetőleg ezt igyekezzünk megtenni. Következő péntek este 7 órától, ha jó Isten megsegít, keresség Isten tiszteletet tartunk ezen a helyen. 2 drága lélek fog keresztelkedni, a jó Isten áldja őket. Mindig az Úr kegyelmére vagyunk utalva, ezekben az időkben talán jobban érezzük. Szeretném a közösségnek a figyelmét felhívni arra, hogy jelentősen terjedt a járvány az elmúlt hetekben. Próbáljunk egy kicsit még jobban odafigyelni, ha lehet, egymásra, önmagunkra. Többen a gyülekezetünkből is fertőzöttek, többen kórházban voltak vagy vannak. Tibiék hál' Istennek hazakerültek, köszönik az imákat. Ildikó néni, ő még bent van, még mások is fertőzés alatt vannak. Kerüljük el azt, amit lehet, hogy az élet, a közösségi élet és a mindennapi élet is a maga során zajlódhasson előre, de reméljük, hogy nem lesz ennek akadálya, hogy a következő szombaton, illetve péntek este örömben és békében együtt ünnepelhessünk. Végül, de nem utolsó sorban a gyülekezetnek figyelmét kérem, egy felolvasandó levélre, szándékosan hagytuk a végére, azért, hogy ezért többet imádkozzunk az előző napokban. Az egyház terület részéről érkezik ez a levél, és minden gyülekezetnek szóló körlevél. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban! Áldott legyen az Úristen, ami Urunk, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, Krisztusban. Efézus 1:3. Előjogot jelent Isten profétikus népéhez tartozni, mely képes felismerni a valamennyünk számára példátlan jellegű időket. Talán ez az alkalmas idő arra, hogy felmagasztaljuk Isten törvényét és Jézus Krisztus áldozatát. Megfigyelhetjük, amint az egyházat egyre jobban megrázza a régóta megjövendült rostálás. Csodálkozva, de ugyanakkor aggodalommal figyeljük azokat a támadásokat, amelyek azoktól származnak, akik egy kicsit sem érzik a Krisztusban való növekedés szükségességét. A testet öltött íge világossága olyan nagy üdvösségre hívott el, amelynek következtében kötelességünk egy örökké valóságon át imádni a bárányt. Néha hajlamosak vagyunk süllyedő bárkaként tekinteni az egyházra. Elfelejtjük az egyház Isten különleges figyelmének és gondoskodásának a tárgya. Az egyház soha nem süllyed el. Az Isten népéhez való tartozás számos előjoggal jár, melynek felismerésére lehet, hogy nem vagyunk eléggé érettek. De tanítványi mi voltunk, nagy felelősséget is helyez vállainkra. Krisztus testének tagjainként arra hivattunk el, hogy szeretettel szolgáljunk egymásnak, egymás terhét hordozzuk, és egymásért imádkozzunk. Az egyháznak hivatása, hogy Isten kormányzata alatt végezze el az ige hirdetés munkáját. Ebben az összefüggésben közöljük veletek, hogy 2021. március 23-ára meghirdettük az Észak-Erdélyi Egyházterület általános közgyűlését. A közgyűlés fő célja, hogy az egyházterület végrehajtó bizottságát megválassza az elkövetkező 4 éves időszakra. Ez az esemény mély lelki töltettel rendelkezik. Istennél jobban senki sem tudja, hogy mennyire van szüksége egyházának, hogy mire van szüksége egyházának ezekben az időkben. Ezért, tisztelt testvérek, meghívunk, hogy komolyan imádkozzatok a választási munkálatokért. Nyilván, hogy ez a levélnek a fő célja, hogy komolyan imádkozzatok a választási munkálatokért, idézem újból. Szükség van lelki érettségre, méltóságra és sok-sok imára. Imádkozzatok sokat, imádkozzatok szívből, hogy Isten vezesse a munkálatokat az ő szent lelkén keresztül.
Ugyanakkor ennek az évnek a nyarán kerül sor a gyülekezetek választói közgyűléseire is. Itt is Isten kell, hogy végezze munkáját. Lelki és egyéb szempontokból is zaklatott időket élünk. Rendeljük alá magunkat a Szentlélek vezetésének, hogy úgy egyházterületi, mint gyülekezeti szinten rátermett, istenfélő embereket hívjon el az Úr, hogy az ő színe előtt megálljanak. Ezúton is kifejezzük óhajunkat, hogy Isten vezesse a választási munkálatokat minden egyes szervezeti szinten, hogyha ezt a munkálatot világias lelkülettel pártoskodás árnyékolná be, az nagy lelki kárt okozna az egyháznak, amely szent és magasztos munkára hivatott el. Ugyanakkor a megváltó nevében kívánjuk megköszönni a tisztelt testvéreknek az együttműködést, amelyet a mandátum ideje alatt tanúsítottak. Köszönjük a bizottságoknak a hatékony közös munkát és az egész testvériségnek a támogatást. Az egyház és vele együtt mi is a Jóisten tulajdonai vagyunk. Ő vezessen és szenteljen meg minket, valamint áldását terjessze ki ránk legelőjének juhaira. Értékeléssel és elismeréssel testvéreitek az Úrban, Páská Josif elnök, Szász Károly Zsolt titkár. Segítsen a Jóisten bennünket, hogy azt tegyük ilyen tekintetben is, amit tennünk kell, imádságos lelkületben. Hordozzuk szívünkön az egyháznak jólétét. Annak jólététől függ a mi jólétünk is. Köszönöm szépen a figyelmet, és nyilván, hogy mindezen túl, e földi, időleges dolgokon túl, meg amint említettük, jó nekünk az örökkévalóságra gondolni, és az örökkévalóság terminusából, szempontjából látni a dolgokat. Mindent abból a szempontból tenni, hogy egyszer majd Isten szín előtt megállunk, és vele lehetünk egy örökkévalóságon át. Meghívlak, hogy zárjuk Isten tiszteletünket ilyen értelemben a 146-os énekünkkel az Üdvés Advent énekeskönyvből, Ragyog jobb honunk a távolból.
mennyei szentségben lakozó, uralkodó és szeretetedben megnyilatkozó mindenható jó atyánk. Az Úr Jézus áldott nevében köszönjük, hogy trónod elé jöhetünk. Jöhettünk ide hívásodra, hajlékba, hogy tiszteljünk és imádjunk téged, és lélekben felemelkedhetünk a te dicső trónusod elé, hogy ott legyünk nálad, hogy még közelebbről szívünk szíveddel egyesülve imádhassunk imádatunkat, kifejezhessük előtted. Méltó vagy, hisz te teremtettél bennünket. Köszönjük az életet. Te tartottál meg bennünket. Köszönjük a gondviselést. Te hajoltál le utánunk. Köszönjük az irgalmat. Te emeltél fel bennünket. Magasztalunk kegyelmedért. Fiadért, az áldott Úr Jézus Krisztusért, aki életét adta érettünk, hogy életünk lehessen. Köszönjük, Urunk, hogy vállaltad, hogy úgy bánjanak veled, ahogy mi érdemeltük volna, azért, hogy ott lehessünk, ott lehethessünk lélekben te nálad, és ekkor egy örökké valóságon át. Hevítsd fel a mi szívünket, Urunk, erősíts el a mi hitünket. Fogadd el oda szentelődésünket. Fogadd el hálánkat azért a hajlékért, a munkálatokért, azért, hogy mondhatjuk, hogy mindez idáig megsegített bennünket az Úr. És kérünk, Urunk, te vigyél tovább a te dicsőségedre. Úgy a testi, mint a lelki ház, hadd legyen, Urunk, a te akaratod szerinti. Segítsél bennünket ebben, és az erre való odaszentelődésünket fogadd el, és erősítsél meg bennünket. Imádkozunk, jó Istenünk, kedves testvérnőnkért, aki hitvallást tett melletted. Kérünk, hogy erősítsd meg őt, családját, a keresztelendőket az előttünk lévő hétben, és add, Urunk, hogy az életnek ünnepét ünnepelhessük egy hét elmúltával újból te veled. Magasztalunk a gyógyítási ajándékokért is, Kovács család életében, de tovább fohászkodunk Márku Ildikóért, azokért, Urunk, akik még betegségben vannak, és mindannyiunkért, adj, Urunk, bölcsességet is, hogy azon az úton járjunk, amelyen te vezetsz, hogy kérhessük és bízhassunk a te jelenlétedben. Végül, de nem utolsó sorban, Urunk, oda szenteljük gondolatainkat, életünket az előttünk lévő választói közgyűlésért. Kérünk, hogy szenteld meg a küldötteket, a te szent lelked hasson mindannyiunkra, és adj bölcsességet, hogy felfedezhessük akaratodat, és adj erőt, hogy ebben az akaratban járni tudjunk. Urunk, te tudod, hogy ki milyen szívvel volt itt, de ha egy úton jöttünk, add, hogy egy emberként távozhassunk az alázatban, az örömben és a reménységben, a mennyei honután való várakozásban. Fiadért, Jézusért kértünk. Amen. Mert a Siont választotta ki az Úr, azt szerette meg magának lakhelyül, és lesz nyugvó helyem örökre, és itt lakozom, mert ezt szeretem. Eleséggel megáldom gazdagon, szegényeit jól tartom kenyérrel, papjait meg felruházom szabadítással, és vígan örvendeznek kegyeltjei. Amen. Hello, friends.
Kedves barátaim, örülök annak, hogy olyan lelkesítő dolgokról beszélhetek ma, amelyek fiatalokat érintenek világszerte. A Prédikátor könyve 12. fejezetének 3. versében a bölcs ezt mondja, emlékezzél meg a te teremtődről a te ifjúságodnak idejében. Nagyon hálás vagyok az odaszentelt életű ifjúság vezetőjékért világszerte, akik megszívlelik a fenti tanácsot, és emlékeztetik az ifjakat, hogy emlékezzenek teremtőjükre, arra bátorítva őket, hogy életre szóló kapcsolatra lépjenek vele. Ez a szombat, március 20-a, a Gyermekek és Ifjak Világnapja. Egy különleges nap ez, amelyen az ifjak világszerte Isten kezei és lábaiként tevékenykednek, továbbítva Isten szeretetének és reménységének üzenetét a szükségben lévő világ számára. Senki sem túl fiatal ahhoz, hogy részt vegyen. Ellen White azt mondja, gyermekek egész serege kész Krisztus zászlaj alá misszionárusként felsorakozni már gyermekségük éveiben. Sose oltsátok ki a vágyat a gyermek szívekben, hogy tegyenek valamit Jézusért. Sose akadályozzátok meg őket abban, hogy tegyenek valamit a Mesterért. Levelek és kéziratok 10. kötet. Vonjátok be a gyermekeket és az ifjakat a szolgálatba, a misszióba. Megkérlek titeket, látogassatok el a children.adventist.org, illetve a youth.adventist.org címekre, ahol hasznos forrásanyagokat találhattok. Az add tovább motto alatt arra bátorítjuk az ifjúság vezetőket, hogy 3 alapvető értéket ültessenek el az ifjak elméjében. Three essential values in the hearts of young people. Those essential values include 1. Azonosságtudat Krisztusban. 2. Hetednapi adventista misszió. És 3. Vezetőszerep a gyülekezetben. Arra bátorítjuk az ifjúságvezetőket, hogy az ifjúság világnapján és az ifjúsági imahéten is ezeket az értékeket továbbítsák. Az imahét anyagának szerzője Yuri Ferreira jelenleg a New Yorki spanyol misszió vezetője. Az elmélkedések arról szólnak, hogy hogyan legyen kész egy fiatal elmenni bárhová, ahová Isten küldi. Focus on the I will go theme and cover how to be ready to go wherever God may send. Az anyagok letölthetők angolul a képernyőn megjelenő címen. Tudjátok, barátaim, szívmelengető érzés látni azt, hogy az elmegyek kezdeményezés a dél-amerikai divízió fiataljainak elméjéből pattant ki, és most a világszéles hetednapi adventista egyház stratégiai terve lett. Ez is csupán csak egy példája annak, hogy mennyire pozitív befolyással, milyen jó hatással lehetnek az ifjak, miközben másokat megszólítanak. A Biblia bővelkedik fiatalok olyan példáival, akiket Isten arra hívott el, hogy mindent odaszenteljenek neki, és lényeges változást idézzenek elő a környezetükben. A Királyok 2. könyvében, az 5. fejezetben egy bátor kislányt ismerünk meg, egy hadifoglyot, aki rabszolgaként engedte napét egy idegen országban. Mégis, ahelyett, hogy megtelt volna keserűséggel, megesett a szíve az Urán, és beszélt neki hitéről, aminek eredményeképpen a szíriai hadsereg vezére, Naamán meggyógyult. Amikor az Úr szolgálni hívta az ifjú Jeremiást, az megijedt, mert igen fiatal volt, de Isten így bátorította. Ne mondd ezt, ifjú vagyok én, hanem menj mindazokhoz, akikhez küldelek téged, és beszéld mindazt, amit parancsolok néked. Ne félj tőlük, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged, mondja az Úr. Isten Ésajást is ifjú korában szólította meg egy hihetetlen látomásban, amelynek látványától bűnbánó szívvel térdre esett. Miután jelképesen megtisztította az oltárról vett szénnel, Ésajás kész volt válaszolni Isten hívására,
Kit küldjek el, és ki megyen el nékünk? Itt vagyok én, küldj el engemet, válaszolta az ifjú türelmetlenül. 1 Timóteus 4.12-ben Pál azt mondja Timóteusnak, senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. A századok során Isten számos fiatalembert felhasznált, hogy ébren tartsa a hitet, és mozgásban tartsa a művet. A hetednapi adventista egyház megalakulásakor Isten ifjakon keresztül munkálkodott, szilárd talajra vetve meg a mozgalom alapjait, amelyet azok erővel, eltökéltséggel és lelkesedéssel vittek tovább. Isten ma is elhív és felhasznál ifjakat. Csodálatos tervei vannak a te életeddel is. Bátorítok minden fiatalt, ifjú hölgyet, fiatalembert, lányt vagy fiút, hogy mondjon igent az Úrnak. Igen, Uram, elmegyek. Bárhová is küldesz engem, elmegyek. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, különleges imában fordulok hozzád ifjainkért, gyermekeinkért, a fiatalságért, egyénekért, akik igencsak befolyásolhatók, fiatalok és fiatal felnőttek egyaránt és gyermekek, akik, ha Jézushoz vezetjük őket, készek elmondani, igen, elmegyek, követni szeretnélek téged, elvinni a te üzenetedet mindenhová. Urunk, áld meg ifjainkat, de az idősebbeket is, amint tanácsolják. Nevelik és bátorítják az ifjakat. Áld meg gyermekeinket az ifjúság világnapján, hadd legyenek áldására mindazoknak, akik ezen drága ifjakkal kapcsolatba lépnek. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, köszönjük fiat közeli visszajövetelének ígéretét. Szeretnénk veled együtt hazatérni, ezért, Urunk, ma mi is azt mondjuk, elmegyek, és hirdetem az üzenetet, mivel szeretnénk mindörökre veled lenni. Jézus nevében kértük mindezt. Amen.